Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Most 75 ezer forintból állítottam össze egy gamer PC-t. Lehetőségekhez képest kihoztam belőle a maximumot. Úgy vettem észre, hogy erre van igény, hogy tényleg kevés pénzből hozzunk ki valamit, akkor is, hogyha nem kifejezetten tanácsos. Tehát úgy gondoltam, hogy akkor én is előrukkolok a saját megoldásommal, hogy 100 ezer forint alatt, hogyha mindenféleképpen gamer számítógépet szeretnénk, akkor milyen megoldást javasolnék. Processzor AMD Athlon 2X4 760K 3,8 GHz, ami kicsivel 20 ezer forint alatt már kapható. Egy 4 magas processzorról van szó, ebben a kategóriában meg fogja tudni állni a helyét. Én ezt a processzort javasolnám. Alaplapnak egy ASRock FM2 A68M DG3 típusú alaplapot választottam ki. Durván 12.500 forinttól indul. Ez a processzorhoz megfelelő választás lesz ez az alaplap. Tápegység FSP Hexa 400 W, kicsivel 12.000 forint fölött indul. 80 pluszos tápegység, megbízható árához képest egy minőséginek mondható tápról van szó. Gépháznak Aircool V3X Advance, ajánlottam már ezt a gépházat olcsó kategóriában, gyakorlatilag 10.000 forint alatt, mondhatni az egyik legjobb választásnak minősül, teljesen megfelelő lesz ehhez a 75.000 forintos gamer konfigurációhoz. Mivel egy 75.000 forintos konfigról van szó, így valahol meg kellett találnom azt a részegységet, ahol muszáj spórolni a számítógépen, tehát nyilván nem tehettem bele egy 2 terabájtos HDD-t, meg egy SSD-t, szóval valahogy meg kellett oldani bizonyos dolgokat. Így egy SATA 2-es HDD mellett döntöttem, egy Western Digital 500 GB-os mellett. Hardware apró az olcsó konfigok barátja, tehát nyugodtan szétnézhetünk rajta. Így kicsivel 5000 forint fölött már egy 500 GB-os HDD-t találunk. SATA 2-es ugyan viszont fontos kiemelni, hogy ez a 7002-es merevlemez, tehát hiába lenne SATA 3, hogyha mondjuk egy 5004-eset választanánk ki. Így mindenki megnyugodhat, hogy annak ellenére, hogy SATA 2-es merevlemez kerül bele, nem kifejezetten rosszat ajánlok, és ráadásul egészen jó áron. Memóriából szintén egy olcsó, viszont nem rossznak mondható 4 GB KingMax 1600 MHz-es modul fog belekerülni a konfigba. Majd végül a videókártya, amivel azért nem voltam könnyű helyzetbe, hiszen kis pénzből kellett egy mondhatni jó választással előrukkolni. Tehát, hogyha megnézzük az új videókártya árakat, ahol nagyon kis teljesítményű kártyák vannak irdatlan áron, muszáj felkeresnünk a hardware apró oldalát, és a régebbi csúcsmodellek közül választani valamit. Ilyen a Gigabyte GTX 480, amit itt már 12.000 forintért le lehet vadászni, és azt kell, hogy mondjam, hogy megéri az árát. Tehát egy 75.000 forintos gamer konfigba, úgyhogy még maradjon nekünk processzorra is pénzünk, meg minden úgymond szükséges kellékre, hogy összeálljon a számítógép. Egyáltalán nem könnyű egy valamire való videókártyát találni, és olyan áron, hogy még beleférjen az adott keretbe. Tehát ezzel a kártyával még mind a mai napig egész jó minőség mellett lehet futtatni, akár még a mostani játékokat is, és mégis kihoztuk ezt a gépet 75.000 forintos keretből. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!